citerazene, népdalcsokor, alkalmi kiállítás. Tartalmas bemutatóval készültek a pacsériak a helyettes államtitkár látogatására. 1791-ben már volt egy kis faépület. A művelődési ház után a műemlékként nyilvántartott református templomot és a gyülekezeti otthon tekintette meg a delegáció. Répás Zsuzsanna a közösségi munka erejét hangsúlyozta a pacséri látogatás alkalmával. Az a fontos, hogy mindannyian csinálnak valamit, olyasmit, ami jó a közösségnek, de a legfontosabb az, hogy egy közösségben együtt vannak. Én örülök annak, hogyha minél több helyre el tudok látogatni, és találkozom az ott élő emberekkel, hiszen az ember akkor tudja megismerni a helyi közösségeknek az életét, és akkor tudjuk megbeszélni azt, hogy melyek azok a kérdések, amelyekben esetleg szükség van segítségre, támogatásra, és hogyan tudjunk együtt lépni a mi közös dolgainkban. A falusi értékekben rejlő lehetőségek kihasználása, a pacséri termálvízhez fűződő fejlesztési tervek és a közösségben gondolkodás az, ami ennek a kis településnek a fejlődését biztosíthatja, emelte ki Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Az, amit a pacsériak csinálnak, az példaértékű lehet minden vajdasági magyar kisközösség számára, mert arról tanúskodik, hogyha van egy pici kis csapat ember, egy maréknyi ember, és hogyha azok elhivatottak a saját kisközösségük irányában, akkor nem hónapok alatt, de évek alatt ki tudnak dolgozni egy olyan jövőképet, amelyik nem csak képformájában szép, hanem amelyik megvalósítható. Répás Zsuzsanna a pacséri látogatást követően Újvidékre utazott, hogy részt vegyen a Vajdasági Magyar Szövetség program bemutatóján is.